élettársa egy nagyon kedves középkorú férfi volt, aki faludi kedvéért elkezdett tanulni magyarul, noha semmi köze nem volt Magyarországhoz és a magyarokhoz is. Emlékszem, hogy egyszer ott ültünk Faludival, hosszan beszélgettünk Rotterdami Erasmusról, amikor beállított Erik, a barátja is. Annyit mondott, hogy képzeld, Gyurka, milyen gyönyörű szép székely nevet láttam most az egyik Spadina Street-i magyar boltnak a kirakatában. Mi volt az? Jutányos áron. Amit elvesztettem Európával, mert borzasztó sokat veszítettem Európával, mindent visszakaptam Faludi György által. Én elvesztettem Európával azt a kort, amiből kiszakadtam, amikor eljöttem onnan. Faludi Györggyel megkaptam a visszamenőleg való évszázadait is Európának. Hihetetlen sokat tanultam tőle. Azok a nagy séták Torontóban, amikor az egyetemi könyvtártól hazáig sétáltunk, aztán visszakísértem, aztán megint. Azok olyanok voltak, mintha az ember egy év alatt 100 év egyetemet járt volna. Szüleim úgy döntöttek, hogy hazajönnek Magyarországra. Ott álltam 19-20 évesen, egy iszonyatos nagy metropoliszban. A feleségemen és a közben megszületett kisfiamon kívül senkim nem volt. És a Faludi nem állott mellettem ebben a borzasztó nehéz pillanatban, amikor én, aki olyannyira anyás voltam, egyszer csak elveszettem a legerősebb pillért, akkor szerintem be is roppantam volna. A következő esztendőben volt az első nagyobb torontói koncertem. A koncerten igen sok ember vett részt, és ami teljesen meglepő volt, hogy noha a kanadai újságírók általában nem szeretnek ismeretlen vagy kétes kimenetelű produkciókra elmenni, mégis a Globe and Mail nagyhatalmú zenekritikusa, Robert Everett Green eljött erre a koncertre. Döbbenetesen szép írást írt róla másnap. Messze jobbat, mint amit érdemeltem. Nem játszottam túl jól akkor. Aztán valahogy ez a kritika megnyitotta előttem a lehetőségeket. Ez volt az az időszak az életemnek, amikor nagyon sok felkérést kaptam, és nagyon kevés pénzt. Szinte egész Kanadát beutazhattam. Eljutottam az Egyesült Államokba is. 85-ben ott volt az első nagy koncertem Washingtonban, a Nemzeti Székesegyházban. Egész életemben számoltam a koncerteket, és amikor megérkeztem Európából, akkor még csupán alig néhány tucat koncert volt a naplomban, de a kezdeti amerikai években nagyon-nagyon sok koncertet adtam, nagyon sok helyre meghívtak, és nem nagyon szerettem utazni. Nem szerettem utazni, mert minden templomban ugyanaz a 300 egyforma öregasszony ült, akárhova mentem. Néha úgy éreztem, hogy ezeket az öregasszonyokat valószínűleg gyárba gyártják, hogy orgonakoncertekre járjanak, ugyanaz a gépsor készíti őket. Mindig ugyanazokat a kérdéseket tették fel. 1986-ban eljött az ezredik hangversenyem, és ez Torontóban volt, a York Minster Székesegyházban. Egy hatalmas nagy katedrális, csodaszép orgonával. És ezelőtt jelent meg életem első önálló hanglemeze, amit kazetta formájában is kiadtak. A koncerten lesz, ami lesz alapon, szinte végig Bach műveket játszottam. De úgy gondoltam, hogy tartozom ennyivel Európának és az európai származásomnak, hogyha egy ilyen jelentős pillanat elkövetkezik az életemben, akkor csak Bachot játszom. Hiszen ez volt nálam mindennek az indítéka és a kezdete. És különösen és mélyen reagált rá a publikum. Amikor ott ül 1500 ember, és pisszenésmentes csendben hallgatják a műveket, és a nagy pillanatok előtt, a nagy zenei történések előtt érzed, hogy mindenki egyszerre fogja vissza a lélegzetét, és hogy a nagy zenei pillanat megtörtént-e,
mindenkinél kihagy egy szívdobbanást. Akkor érzed, hogy Bach. Bach meghódította Amerikát is. Koncert után rengeteg, de rengeteg kazettát és hanglemezt kellett dedikálnom. Ez egy nagy és átütőnek tűnő siker volt. És miközben ott álltunk, már a dedikálásnak vége volt, öltöztem át, egyszer csak valami szörnyű nagy csattanás volt a templomon kívül. Aztán pár perc múlva, hogy elkészültünk, kimentünk a templom elé, és az ottani nagy kereszteződésben három kocsi szörnyű karambolját láttuk. A kocsik felismerhetetlenségig össze voltak zúzódva. És ahogy közelebb mentem, életem egyik legfurcsább és legkísértetésebb látványa fogadott. Az egyik kocsiba, ami felismerhetetlen volt ugyan, de valamiért a hangrendszere, a kazettás magnum működött még benne. Ott szólt Bach Nun kommt der Heidenheiland című korál előjátéka orgonán. És egy fiatal embernek az élettelen teste a hátsó ülésen így lógott ki a félig nyitott ajtón. És ott volt a kezébe az a kazetta, amit pár perce korábban dedikáltam neki. Annyira mélyen érintett az, hogy tulajdonképpen ezt a fiút Bach zenéjével én kísértem el a halálba, hogy megtudtam, hogy mikor lesz a temetése. És hogy belerakták a koporsót a falon lévő üregbe, és a kőműves felemelte a márványlapot, hogy ráfalhassza. A márványlapon az szerepelt, született 1964. április 29-én, pontosan azon a napon,